Kedves nézőink! 1987 első heteiben rendkívül hideg téli idő volt Kecskeméten. A nagy havazás okozta gondokról, a hóeltakarítás nehézségeiről 35 évvel ezelőtti adásunkban mi is beszámoltunk. Műsorunkban a kemény tél másik oldalát, a gyermekek vidám, önfelett örömét is megmutattuk. A mai Annóban ezeket a felvételeinket láthatják ismét. Az idei kemény tél mennyire tette nehézé a madarak életét? Tulajdonképpen nem a tél az, ami nehézé teszi a madarak életét, hanem az ilyenkor fellépő táplálékhiány. Az, hogy ebben az évben fokozottabb leülés volt, ez valóban azt eredményezte bizonyos esetekben és olyan területeken, ahol a madarak téli etetésével nem foglalkoztak, hogy nagyobb arányú volt a madarak elhullása. Hogyan lehet segíteni ezen? Hát, mint ahogy említettem, a madarak téli etetésével. Na most, vannak-e olyan szabályok, amelyeket az etetés folyamán mindenképp meg kell tartani? Természetesen vannak. Tulajdonképpen egy madár etető kihelyezése is már bizonyos szabályokat követel. Nem mindegy ugyanis, hogy az etető bejárata milyen irányba néz. Az a szerencsés, hogyha úgy tudjuk megoldani, hogy délfelé nézzen a madár etetőnek a bejárata. Mivel etessük a madarakat? Az bizonyára mindenki tudja, hogy az olajos magvak azok, amelyek a legjobban megfelelnek a madarak számára. Hát ezek közül elsősorban a napraforgó az, ami a legismertebb. Az rendkívül fontos, hogy kenyérbelet, morzsát ne adjunk a madaraknak, ugyanis ez megsavanyodik, és igen súlyos bélhurutot okozhat a madaraknak, és az előbb-utóbb a madarak pusztulásához vezethet. Egy fákkal, bokrokkal jól védett tisztáson a vadnyomok kivehetően egy pont felé vezetnek. Ez a Kecskeméti Városi Vadásztársaság számos vadetetőhelye közül az egyik. Január eleje óta hozzájuk tartozó 13 ezer hektárnyi területen mindenféle vadászatot szüneteltetnek. Viszont naponta töltik fel az etetőhelyeket. Valamennyi vadászt részt vesz. Eddig már 150 mázsa szemes és 80 mázsa szálas takarmány terítettek szét. A legnehezebb helyzetben talán a mezei nyulak vannak, mivel nagy területen szétszóródva élnek. Táplálékunk kiegészítője a sok-sok jégtől letöredezett faág. A folyamatos etetéssel remélhetőleg azért sikerül átteleltetni a jelentős értéket képviselő apró és nagy vadállományt. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Madarakkal, vadakkal már foglalkoztunk, azt hiszem úgy teljes a kép, hogyha arról is szólunk az emberek számára, mit jelent ez a hideg tél. Bemutatom stúdiónk mai első vendégét, Hegyes Ferenc elvtársát, a Városi Tanács Műszaki Osztályának vezetőjét, aki igazán szakemberi nőtte ki magát ebből a rendkívüli időjárási körülmények között. Hegyes elvtárs, készítettünk a havazás után rögtön néhány felvételt, a legnehezebb időszakban. Most csak a városi képeket mutatnánk be, mint egy emlékeztetőül. Nézzük meg közösen, megkérem kollégáimat. Ez a város központjába készült ez a felvétel. Mi az, amit a legelsőként kell csinálni egy ilyen rendkívüli helyzetben? Hát először is engedjék meg, hogy egy rövid, nagyon rövid, de el kell mondanom, hogy Kecskemét városra az elmúlt időszakra 18,6 cm hó hullott. Ez gyakorlatilag a város belterületére, ami 23,3 millió négyzetmétert jelent. Ez 4,3 millió köbméter hó mennyiség tulajdonképpen.
Kecskemét város úthálózata 751 km, illetve 31,1 km a KM utak hálózata. A 751 km úthálózatunkból kiépítve 152 km van tulajdonképpen. Tömegközlekedéssel igénybe veszünk 72,4 km út poszt a városban. Ezen buszok járnak. Tulajdonképpen buszok járnak. Alapvetően a hó mentesítése a városnak a meteorológiai jelzések alapján már csütörtökön megkezdődött. Azt tudni kell, hogy a két egyik üzemünknél és vállalatunknál éjjel-nappali hószolgálat van, ügyeletes tisztekkel. Csütörtökön már intézkedtünk a fokozottabb fölkészülésre, így szombaton és vasárnap is az üzemi technika teljes egészében kín volt a területen. Az a feladat... Elnézést kérek, van egy olyan felvételünk is, Kriskó János kollégánk segítségével, Polyák Péterrel, az, hogy is hívják most az új vállalatot? Városgazdasági vállalat. Városgazdasági vállalat igazgatójával, ahol érzékelni lehet, hogy mekkora feladat, mekkora géplánc indult el ennek a munkának a megoldására. Azt javasolom, hogy akkor nézzük meg ezt a riportot. 9-én elinduló havazást követően hogyan aludt Polyák Péter, a Városgazdasági Vállalat igazgatója? Ugyanúgy, mint a város minden olyan állampolgár, akit felelősségterhelt adnak vonatkozásában, hogy a városban a zavartalan közlekedés biztosítható legyen, valamint a kereskedelmi egységekhez az alapvető élelmiszerek időben kijussanak. Ezen kívül a feladataink körébe utalt és bízott közterületek tisztántartása, illetve hómentesítése volt a döntő feladatunk. Hány gépük és hány emberük dolgozott ezekben a kritikus napokban? A Városgazdasági Vállalat tulajdonában lévő, valamint az építési költségvetési üzem tulajdonában lévő célgépállomány hótológépekben és egyéb hómaró, valamint nehézgépekben mintegy 30 darabos mennyiséget merített ki. Ezek 9-1-gét követően egészen 1987. január 18-áig napi 24 órás műszakkal, 12 órás váltással, úgynevezett melegváltásos rendszerben voltak üzemeltetve. Még egy számot el kell mondani. Idáig 4 millió forint körül került ez a pár napos vagy pár hetes hóeltakarítás a városon belül. Azt tudni kell, hogy a költségvetésben lényegesen kevesebb volt erre megtervezve, ezért az esetleges további válaszaimnál ezt a tényt is figyelembe kell venni, mivel ez a költségkeret, ez természetesen másnak a kárára, másnak a terhére költődik el. Ezért nagyon megfontoltan és nagyon észszerűen kell például a hóelszállítással foglalkozni, valamint a hóeltolással is. Van erről is néhány felvételünk, a napokban készítettünk, hogy jelen pillanatban hogy áll a Széchenyi városi rész belső a Lóverseny utca, ha jól látom, amelyik teljesen lefagyva, jegesen tudnak csak közlekedni a járművek. Mit lehet itt tenni egy ilyen helyzetben? Hát itt azt még szintén egy számmal kell kezdenem, mert az előbbi tömegközlekedési és csak a legfontosabb úthálózatunkat veszük figyelembe, és gondoljanak bele, hogy a KM utak azok nem 6 méter szélesek, hanem átlagban 10 méter szélesek. A tanácsi utak körülbelül 6 méter szélesek. Ha ott az átmenő forgalmat biztosítani akarjuk, akkor nem egyszer kell elmenni egy hótolóekének, hanem nagyon sokszor rajomba egymás után. Ezért elvileg egyidejűleg 600 km utat kellene igazában nekünk hó- és jégmentesítenünk. Ezt a feladatot nem tudjuk megoldani. Nincs annyi technikánk, és nem is valószínű, hogy ekkora technikai eszközt fenn kellene tartanunk, még úgy is, hogy dupla célúan, mert évközben másra hasznosítható, mert ebben az időszakban csak erre a feladatra kell úgynevezett ügyeleti rendszerben tartani, ami szintén komoly költséget jelent. Itt
Itt csak azt tudjuk kérni egyrészről a lassabb közlekedést, mivel én is autóval járó ember vagyok, mivel itt látjuk a nagyon jó példát, ezt kérjük tulajdonképpen. Azt kérjük, hogy mindenki a saját autóját, a saját parkolóját rendesítse. Jégpálya körképünket a Széchenyi városi híres esepályán kezdtük meg. Gyönyörű sima jégfelület várja a kocsijárni szándékozókat, kulturál öltöző, szól a zenes, mindez 10 forint ellenében. Van lehetőség korcsia bérlésére is, ennek díja alkalmanként 24 forint. Utunk következő állomása a Molnár Erik általános iskola udvara volt. Itt is van jégpálya, mégpedig jókoras, teljesen ingyen, viszont kizárólag az iskola diákjai számára. A Lánchíd utcai általános iskolában nincs jégpálya, bár a terület alkalmas lenne rá. A diákok számára a téli sportolást a szánkózódom szolgáltatja. Innen csúszkálnak a gyerekek, ki milyen sikerrel. Ha rangsorolni kellene a jégpályákat, az első díjat alig, hanem a Katona József gimnázium nyerné. Értelmesen kialakított jégfelület várja az érdeklődőket, zene, forró tea, büfé és melegedő 10 forint belépő díj ellenében. Mindezt maguk a diákok szervezik és működtetik példásan.